A korábban ismertetett intézkedések két új elemmel bővültek. Kutyát sétáltatni a kijárási korlátozás alatt, vagyis este 8 és reggel 5 óra között is lehet, de csak a lakóhely 500 méteres körzetében. Illetve a 10 000-nél magasabb lélekszámú településeken kötelező a maszkviselés a polgármester által kijelölt közterületeken. Nemény András arról rendelkezett, hogy csütörtöktől kötelező maszkot viselni a főtéren és környékén, a Szent Márton utcai aluljáróban, a buszmegállók, bölcsődék, óvodák és általános iskolák 10 méteres körzetében, az üzletek, bevásárlóközpontok parkolóiban és a kutyafuttató területeken. A közintézmények és gyárak vezetőitől kéri, hogy írják elő parkolóikban a maszk használatot. A városi sportlétesítményeket és a sportligetben álló teniszsátrat csak versenysportolók látogathatják. Elmarad az adventi vásár. Bár a főtér ünnepi díszbe öltözik, felállítják a város karácsonyfáját is, pavilonok és programok nem lesznek. Az adventi óriáskoszorú a Berzsenyi téren kap helyet, gyertyagyújtási szertartásokat idén nem tartanak. A járványhelyzetre való tekintettel a reggeli és esti csúcsidőszakban mentesítő buszokat indít a Volán. Az 5-ös, a 10H és a 21A jelű helyi járatok gyakrabban közlekednek, jellemzően a vasútállomás és Olat között. Mától az éttermek nem fogadhatnak vendégeket, az üzletek pedig csak 7 óráig maradhatnak nyitva, kivéve a gyógyszertárakat és a benzinkutakat. A bölcsődék, óvodák és általános iskolák a megszokott rendszerint működnek, a középiskolákban és a felső oktatásban digitális oktatásra térnek át. Egyéni szabadtéri sportolásra van lehetőség, de a sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. Temetésen legfeljebb 50-en lehetnek. Esküvőt csak szűk körben lehet rendezni, lakodalom nélkül és a családi eseményeken sem lehetnek 10-nél többen. A bölcsődék, óvodák és iskolák, valamint a kórházak és a szociális intézmények dolgozóit hetente tesztelni fogják.